Na most jövünk itt az ázsiai boltba, és akkor most nézegetünk néhány dolgot. A hajat is gondoltam, igen. Az mi? Melyik? Veszünk néhány dolgot, amiket így megkóstolgatunk. Kókuszos. Nem ugye megnézem, de ezt néztem ki egy ilyet. De jó, ezt megkóstoljuk. Egy ilyet. És a banánosat is. Mi a különbség? Milyen íze van? Jöhet a banános. Hogy nézzem meg. Itt van a magyar címkés. Kókuszké. Ez mangós. Hát az epreset. És milyen van még? Ilyen. Az milyen? Az licsis. Az jó, akkor jó, oké. Okay. Na. Na, akkor menjünk, nézzünk tovább. Ez a Red Bull. Mangó. Mangó nyesedékek. Nagyon erős levest. Micsodát? Vagy ilyen cukorkák. Milyen cukorkák? Durián az, amiről van. Melyik? Ez. És ez mennyibe kerül? Nem tudom levenni. Finom. Ez mennyibe? Finom? Jó, veszünk. Ha nem tudom levenni. Milyen ízű az a durián? Sose ettünk még ilyet. Nem büdös? Ez micsoda? Ez úgy tetszik. És ezek a kis... Nézd csak! De cuki! Ez olyan kukorica kendik. De érdekes. Nem? A wasabi is történetek. Igen, ez is hol tűnik ez a... Hát a gyerekekkel kóstolunk. Egyet-egyet vehetünk. Ez micsoda? Fruit chips. Hát, igen, ilyen... Ilyeneket vettünk, igen. Nekem az a kukorica nagyon szimpi, de ez... Az milyen az a kukorica? És mennyibe kerül? Finom. Minden finom. De az mennyibe kerül? Hozzát megkóstoljuk a kukoricákat. Ó, van ilyen. De én nem merem ezt a mocsit. Én ez elég ráklem. Én biztos nem eszek rákot. Az a fehér, az mi lehet ott lent? Na majd mindjárt megnézzük. Sugar pasta. Na. Chili. Hát ilyen leveseket vettem, az most igazából csípes, hogy gyerekkel úgyse tudom olyan kóstolni. Ezeket szerintem mindenki ismeri, tök egyformák. Az aromában térhetek el, de ez micsoda, engem ez érdekel. Ez mi? Tápióka gyöngy. Aha, jó. Most már ezt is tudjuk. És ez micsoda, ez is. És ez milyen ízű, ez a tápióka gyöngy vajon? Jó, ilyen könnyen kibonthatók, gondoltam, hogy így leülünk a gyerekekkel, és akkor majd megnézzük, hogy... Akkor itt szerintem ennyi, mert nézzük a szemben lévőbe. Ezt a... Ilyen, hát azt tudod mi, az a kandírozott szerű szerintem. Seafood snack is, mondjuk hot and spicy. Ja, azt nem tudnak ők enni. Na, lesz kóstolós videó. Még ide bemegyünk ide a másikba, jó, hogy én ez a szekérrel itt, ami átment Alexen egyszer. Vettünk tókákat, meg ett ilyen zselés, kókusz, nem tudom, miket ilyen. Megjátjátok, majd csinálunk egy videót, szerintem egy ilyen kis kóstolósat. Kíváncsi vagyok, hát kóstoljuk meg itt más nemzeteknek az édességeit, meg az itókáit, meg. Hát most ilyen csípőseket nem tudok ugye menni, mert azt semmilyen nem eszem, sem a gyerekek nem eszik, úgyhogy egyedül a Laci.
Tehát őt sem akarom ennyire így csipősekkel így tesztelni. Igen, Ali, mondjad valami. Még nem megyünk ide, jó? Lizó. Gyere, bemegyünk ide a másikba is, jó? Tedd ide le. Ja. Majd nézegettem az itókákat, hogy milyen mangós, gránáttalmás. Ó, egy licsi is, nézzétek csak, és ez mennyibe kerül? Licsis itóka. Na, menjünk! Jó. Kop, 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 kop! Na, menjünk itt a következő üzlet, ez egy kicsit tágosabb. Micsoda? 1950. Hát, jó, akkor megkóstoljuk. Hú, ez milyen szép, nem szeretem a rákot, de ez nagyon hívogató. Nem szeretem. Na nézd csak, milyen Oreo van itt. Van itt valami ilyen Oreo. Nem tudom, veszünk kettőt, megkóstoljuk. Na, akkor itt is vannak ilyen dolgok, ilyen ananász. Milyet szeretnél? Van ananászos, szőlős, forrásatlan, epreső és ilyen, jó, tessék. Na, megnézzük, hogy a kínai, a koreai gyerekek miket tesznek, ez micsoda? Ez eléggé ilyen gumis állagú. 300 forint epres. Jó, kezem is van. Ananászos. Ez ilyen vegyes. Igen, itt van egy díla maradt. A szőlős neked. Ó, ilyen bambuszt vehetnénk. Én ezt nagyon szeretem, a bambuszt, ugye ez az, ami a tésztában van, a bambusz. Aha, nagyon jó. Szupi. Az finom lesz. Az jó lesz. Vékony bambusz is van. Gesztenye. A licsi, azt nagyon szeretem, a licsit. Nem sokára már lesz szerintem a Lidlibe is licsi, nem? Ezek nem... Hát ezeket nem nagyon fogjuk megtudni, hogy mik ezzel. Menjünk addig át egy másik sorra. Igazából, ami nekik azok ilyen sütik, meg ilyesmik, amiket itt tudnak. Tamarindó, candy sweet, bonbon. Oké. Aszalt édes burgonya. Aszalt lila édes burgonya. Wasabi, az nem, bambusz, sushi tekerő. Van ilyen kréker. Jaj, ez tetszik. Samurái. Ez kréker. Nagyon jó. De jó, és van a mellettelé. Ú, ez de így ki. Már hozzog egy kevésbé összetörtet. Ó, hát messziről jött mondjuk, nem? 1500 forint. Ó, meg létszem, mert fog este. Ó, de ez... A csípőse vagy nem, azt nem tudjuk. A másik az gyanús azért, hogy ilyen wasabi kérekben van. Ez elkönnem. Nézzetek majd meg sokan a videót, amiben kóstolunk, ha már itt szenved. Ú, te jó ég. Mindenben ilyen rengeteget kell venni. Nézd csak, nézd meg, milyen jó kis izé, kukorica snack. Na, sokan nézzétek majd meg a videókat, jó? Nem tudom, ez micsoda. Ez ilyen... Jaj, tudom, ez a... Hát ez a sós tepertő itt keres. Na. Van itt turtle chips. Ezt hogy érti, hogy turtle chips? Csokó... Csúroszos chips. Na. Hát itt aztán érdekességek vannak. És ez itt mellette, ez... Jó, ez... Kukoricás! Ez, nézd csak milyen. Krumplikák. Itt egy banáncsips ide keveredett. Na, másik oldal. Itt voltak ilyen ízkiségek. Itt lejjebb. Ezek mik? Például. Ú, ez 2000 forint, ami a wasabi is. Pikáns rizskréker.
De és csak ilyen ázsiai mix. De ez micsoda? Snack. De mi? Nem bogár. Nem, szerintem. Ingredient, peanut, rizs, magyaró, mazsola talán az erre. Hozzáállt, ez akkor édes lesz? Jaj, fáj a kezem, már nem bírom tartani a kamerát. Na, jackfruit. Ez valami crispy rolls. Jaj. De furikus. Az a kis rapi, az cuki, ez mi? Durian 1900, ez drága, gluténmentes. Ja. Ezek mi? Peanuts. Ja, magyaró. Fókuszos magyaró. Miért szeretné Regina? Ez mennyibe kerül? 1500. Tehát jók a gyöngyöcske. Olyan inivalókat is nézünk. Macsa latte bubble. Ez micsoda? Megkóstoljuk. Ez milyen? Taro bubble tea. Brown sugar bubble tea. Jó. Oké. Na. Oké. Na ezek micsodák? Nézd csak, itt vannak ilyen érdekesek. Jére Liza, válasszál, miért szeretnél? Nézd csak, van epres. Nem tudom. Kivis. Ez is epres. Ananászos. Epres. Ugye ez mert üveg amúgy, úgyhogy akkor én teszem be. És ez micsoda, ez a babás. És akkor nézd, itt is vannak ilyen, nézd csak ilyen. Hát, ja, itt vettünk a másikba. Aha. Kókuszos. Ilyen banánosat vettünk a másikba. Meg egy epreset. És akkor nézzünk, itt valami licsis. Na, ez jöhet a licsis, az mindenképpen. Ide izgi. Már izgulok. Már várom. Már várom. Pineapple az nagyon finom, strawberry, nagyon finom, mango. Hát akkor pineapple. Hát ez nagyon izgi. Ezt visszük a mamájékhoz szerintem holnap ilyet. Miért? Epreset is hoztam. Na ezt akkor... Magok vannak benne. Meg fogod kóstolni? Gondoltam. Jó, akkor ezt csak én. Tudom, hogy nem szereted a magokat. Golden curry. Na. Hát, ha nem kóstoljátok meg, akkor viszont... Hát, nem mindegy, én megiszom, én tudom, hogy megiszom. Azt kóstolom meg, amit elég. Igen? Hát, ez a fokóvíz, ez mi? Nem, de hogyis arra még nem voltam egyáltalán. Várjál, ezek mik? Guana, izé. Hozok egy ilyen licsést. Azt nagyon szeretjük a licsit. Ez nem tudom mi. Mangosztánt is. Jaj, iszunk is. Meg van ilyen, ez melyik? Mangó és marakuja. A marakuját nem szeretem. Viszont azt nem merem megkóstolni. Csupa-csupszokat, azokat ismerjük. Na ez az izgalmas volt itt az Ázsiában. Itt még sose voltunk. Van valami körtésítóka. Rostos körteital körtepürével. Gyere, babus! Kólák, Dr. Pepper. Instant noodli. Mama spicy chicken. Kuszkusz, pori, hogy más kuszkusz. Hát itt már. Itt vannak a levesek. Gyümölcs teák, az már nem olyan érdekesség. Konyak.
Hát... 9 szörnyet. Ezeket... Egyet ilyet vettem a Lacinak, majd megnézzük. Carbonarásra kíváncsi vagyok, majd megkóstoljuk azt is abban a videóban. Összeesszünk majd mindent. Szerintem... Itt is vannak, ezek csak be vannak hűtve. Inni valócskák. A sarunkhoz már nem. Itt még vannak valami érdekesek. Ezek mik? Joghurtos. Ennyi? Arra még nem voltunk meg, arra se. Megnézem. És csak ilyet? Banánosat. Ebből már csak egy van. Ezt tudjuk, ez a poki. Ez meg mangós. Mind a kettőből vegyünk? Mangós is. Tessék. Jaj, de jól néznek ki. Hát én nem tudom, hogy ezek még, de nagyon kis kusztik. Hú, az de jól néz ki, az. Red bean, then peach. Ez milyen jól néz ki. Ez csodaszét. Ez egy kaja. Hát. Vörös bab. Banazva mi zsem. Ez megnéz meg ilyen mocsi, ami jeges. De az nekem nagyon tetszik. De az mi? Az hogy kell elkészíteni? Ezt sokan kell menegni, ki kell olvasztani. Nem tudom. Na itt nézzétek csak még, mik vannak itt? Na. Papcsók. Ez micsoda? Buboréktea. De ezt... Na ezt mindjárt... Nézzem ezeket a buboréktákat. Vagy ez hogy van ez itt? Hogy néz, vagy ez csak egy ilyet? Vagy ez mi? Nézzük csak ezt meg. Tába, de jó! Na nézzünk valami ilyesmit így itókába mindjárt. Mondjuk egy epreset, mit szóltak. De ez mi? Strawberry mochi. Ez viszont már nem bubble tea. Buborékta, tejkrémes mochi. Hát elbizonytalanodtam. Kéne, ott a bácsi segített nekünk a másik üzletben, hogy mi micsoda, mi van még rengeteg mochi, hogyha van, aki itt. Na. Lejövök ide. Itt is van ilyen kukorica gumicukor. Azt a... Ja, tettünk a másikba csak valami simát. Nagyon néz ki ez a mocsi, de én tartok tőle, hogy ez nem az európai szájznek való. Van ilyen. Tudom, hogy ilyen a mocsi, ez ilyen... Ez is mocsi? Persze. Én már láttam róla a videót, hogy nem. Jó, ez de jó. Ez nagyon jó. Snack di pistacchio, vabbè, pistacchia, così è quello che mocio. Bistos. Isu? Muti. No, ancora si uhet. Milyen van? És ezek az oreóik, ugye? Aha, oreó. Nincs kosarunk hozzá, mert itt nézd csak, itt nem minden van még. Van poki, citromos poki, na az van anyának. Az anyának való, vagy ez citromom, nincs? Nem biztos, hogy ez citrom. Citrom? Citrom talán, na egyet hozunk. Na, kóstolunk. Ilyet hoztunk. Azt mondta a bácsi, nagyon finom. Képzeljétek el, hogy azt mondta, hogy nagyon finom. Hú, már várom a videót. Na, ezek itt nekem mindjárt nagyon tetszenek. Azok a csuklasz, Lisa? Ezek itt csincse, azt nem szeretem. A gyömbért. És ez a szőlőkés, ez mi? Csukimuki, nézd, csak ilyen szilva. Szilva cukor. Na jó, szerintem több részedbe fogjuk felvenni ezt a videót, mert ez így... Csoki gomba. Csoki gomba. Aha. Van ilyen kancsó.
Kancsó. Te tudod, ott van, mögött a rapa. Kancsó. De van ilyen kancsó is, ilyen. Na, hol tartottam? Itt tartottam, hogy ez a szőlőcske, ez mi? Zöld szőlőcukorka. Szerintem több videó lesz ebből. Úgy érzem, hogy ezt egyszerre lehet, hogy kettő részes legalább lesz, jó? Ennyit nem tudunk. Ennyit nem tudunk fölvenni. Ez mi? Candy King Jelly. Ez eléggé ilyen gumicukor gyanús. Na ez micsoda? Bubble tea, na én ilyet szeretem. De ez hogy van ez? Ezt hogy kell megcsinálni? Ezt mindjárt itt megkérdezzük a pénztárnál, hogy ezt hogyan kell megcsinálni ezt a bubble tea-t, jó? Na legyen most már valami édes is, mert most már szerintem ezek nagyon édesek lesznek, én attól félek, ez olyan sajtos keksz. Na jól van, alig várom már ezt a videót, nagyon-nagyon-nagyon. Ezt ismerjük, vettünk egy párat. Mertek egy picit, itt is vannak nekem ilyen nem tudom, ezeket, nekem ez a bubble tea. Valahogy most erre itt nagyon ráálltam. Ráállt a szemem erre a bubble tea dologra. Ez micsoda? Milk tea. Ez valami tea. Hát, ennyire bátor nem vagyok. Brown sugar bubble tea. És ez finom lesz. 2200 forint. Na jó, megkóstoljuk azt a vegyeset, és hogyha jó, akkor meg visszajövünk, jó? Azért ennyire... Hát így is azért vettünk érdekes dolgokat itt. Azért na, gyümölcsös macsi, ilyen kis picurik. De visszajöttünk ide, ez mi? Ennek így van barack szorbé, szerintem az lesz a barack szorbé. Nem görögénye szorbé. Ja, akkor ez is jeges. Hát de most attól, hogy te elkészítheted. Na ez az a következő fázis a kísérletezésünknek. Nagyon-nagyon jól néz ki. Jó, megyünk, már leszik, mert ott várnak. Agavészirup. Azt szoktam minden nap a teámba használni. Glükózszirup. Szerintem igen. Ennyi. Szerintem ebben legalább 2-3 videót tudunk majd csinálni, mert megcsömörlünk itt az sok édességtől szerintem. Na jó, ilyen rakokat meg ilyesmiket ne várjatok tőlünk, mert az biztos, hogy nem. Szerencsésüti. Ezek micsodák? Csikán. Leveske. Na hát igen, ilyeneket vettünk. Na ezt is. Meg fogjuk kóstolni, jó? Aztán majd elmondjuk, hogy milyen. És hogy hol találjátok. Jegyezzük meg, hogy itt a Ázsiának a kettes szárnyában van ez a két üzlet, ahol válogattunk dolgokat. Mindent vettünk, ilyen érdekes, ilyen újdonságokat, ilyen, amiket a kínaiak meg a koreaiak esznek. Van kedved, hogy megkóstolni? Nem angolul, Dudikám. Koreaiul beszélnek. Szóval itt vettünk mindenféle édességet, meg ropogtatni valót, sajtosat, innivalókat, majd megkóstolod? Jó. Te is, Ali? Én az epresedet megfogom. Te az epresedet? Jó, amivel nincsen mag. Amivel nincs, ugye? Azt, oké. Okay. Katyádat is elhagyod, babuskám? Hol a gyerek? Húzd fel a nacit, úgy. Na. Úgyhogy itt vettük az egyiket, itt vettük a másikat. Nem is tudom. Hogy határoljuk be, hogy hol vagyunk? Második utcában szemben, jó?
Na, szóval videó. Kóstolós videó lesz. Jó, izgulok. Na, úgyhogy bevásároltunk ilyen érdekes ilyen élelmiszereket itt. Alig várom, már nagyon várom. Szeretek ilyesmiket így. Kóstolni aztán majd meglátjuk. Hogy tényleg tudjuk elpasztolni, ha nem jó. Jó, a Laci elég sok mindent megeszik. Ami nem tejfölös, meg nem jakultos, azokat általában azért megeszi, meg nem túrós. Tehát ugye nem olyanokat vettünk. Én vagyok egy kicsit olyan... A túlédeset nem nagyon szeretem, és én tudom, hogy ezek többsége azért túlédes lesz. Tehát itt van velünk ugye három muci. Jó, a Laci meg a Noéle mentek megint az autóhoz. De szerintem legalább kettő videónyi ilyen érdekes, nekünk érdekességet vettünk, úgyhogy készüljetek, szerintem idén még biztosan felveszünk egyet, aztán lehet, hogy majd januárban a második felét, majd meglátjuk, hogy hogyan lesz így rá kapacitásunk, időnk, mikor lesznek itthon. Gyerekek, mikor érünk rá mindannyian, de már alig várom. Most leültünk megint ide a szarvashoz. Itt mentek le a cég a liften, aztán átmegyünk a másikba. A másik szárnyat annyira nem szeretjük, hogy sokkal-sokkal többen vannak, és drágábbak is a dolgok. Meg ott inkább ruhák vannak, ugye az, amire nekünk ugye itt nincs szükségünk. Mi inkább ilyen, hát ugye amire jöttünk a születése fejendék, meg akkor megnéztük a kalendáriumokat, a csokikat, az ilyen karácsonyi édességeket, remélem, hogy tudtam nektek segíteni, meg kíváncsi leszek nagyon erre az új öblítőre, amit itt felfedeztem, nagyon jó illata van, úgyhogy meglátjuk, reméljük nem teszi tönkre a mosógépünket sem. Aztán úgyis a blogokban úgyis beszámolok majd nektek róluk. Mi még átmegyünk egy boltba, ott még van egy kedvenc boltunk, és akkor utána már elindulunk szerintem haza. Úgyhogy még egy bolt előttünk van, addig pihenünk egyet.